Sziasztok, ez egy elég gyors videó lesz, amiben valószínűleg egy darab ranked meccs fog beleférni, és elég fontos dolgokról fogunk beszélni. Az első az az, hogy csináltam egy klánt, aminek az a neve, hogy Error 1, és mindenki beléphet, aki akar, bárki jöhet egyébként. Igazából ez a játékbeli fontos dolog, amit elmondtam, és még nézzük meg, hogy mik ezek a cuccok, és... ja. Azt tudom, hogy mindent le kell tölteni ebbe a szarba, lássatok, mindig, mikor fellépek, le kell tölteni. Mi ez már ez a hülyeség? És itt kell tölteni 200 megabajtot erre a szarra, hogy felbírjam venni ezt a sapkát, meg kibírjam nyitni ezeket a chesteket, meg ezeket a sok hülyeségeket, amiket belepakoltak a sok update-ba. Mármint az update-ok során. Na, mindegy. Jó, most visszaöltözök, mert ez elég szar ruha. Na Zémon, azt hittem már ezt a ruhát is le kell telepíteni, akkor szívrohamot kaptam volna, na mindegy. Igen, hát az előző egy hétben nem játszottam semmit a játékkal, és akkor beszéljünk is. Ami nem lesz más, mint valószínűleg még nem hallottatok róla, de megint van egy olyasmi, mint a 13-as cikkely. Azt akartam mondani, hogy 12-es, de 13-as, jó, eszembe jutott. Szóval volt az a nagy pánik, hogy hogy majd letörlik a YouTube-ot, meg hogy megváltozik az egész, és semmi sem változott igazából. Mondjuk igaz, hogy nem erre az évre volt bejelentve, de mondták, hogy majd megváltozik a YouTube, meg minden. Most meg van még egy ilyen, ami már úgy tűnik, hogy tényleg igaz, mivel a YouTube-ot megbüntették ilyen 160 millió dollárral, igazából én nemrég értesültem a hírről, igazából a Csuszinak a csatornájára raktam, aki nem tudja, hogy ki az, egy Brawl Stars-os videó, akit szoktam nézni, igaz, nem Brawl Stars-ozok, de régen nagyon jó videói voltak, még évekkel ezelőtt, és ő csinált róla videót, aztán megnéztem a YouTube-nak a hivatalos csatornáján, meg minden ilyen külföldi videósok is csináltak róla, és valószínűleg ez a hír már tényleg igaz lesz, igazából minden videós érinteni fog, ez az egész, nézzetek utána, és majd benne lesz a címben, meg minden, hogy azt fogják változtatni, hogy nem is tudom már bővebben elmondani, de hogy lesz két fajta videó, a felnőtt és a gyerek tartalom, és az egész hülyén lesz kitalálva, mint a családbarát cucc, szóval elég külön lesz kitalálva az egész, de az a lényeg, hogy nagyon meg fog változni a YouTube, és valószínűleg egy csomó videós abba fogja hagyni a YouTube-ozást, és lehet, hogy a YouTube le is fogja törölni a csatornákat, videókat fog letörölni, és büntetést is kaphatnak a YouTube-osok, több millió forint büntetést, amit hát itt Magyarországon nem nagyon tudnak kifizetni, még a Dancsó félék se, akik mutogassák a házukat a videóba, meg stb. Úgyhogy hát ez elég durva lesz, de igazából töröljék le a faszba a YouTube-ot, én azt mondom, mert ha úgy nézzük, hogy értelmes fejjel nézzük ezt az egészet, akkor ha valaki normális tartalmat akar nézni a YouTube-on, annak elég kevés lehetőségei vannak. Mert ha valaki nem Minecraft gameplayt akar nézni, vagy ilyesmit, akkor igazából a YouTube-on gameplayen kívül már semmit se lehet nézni, csak a gameplayt lehet nézni mindenhol, és a gameplayből is a szarabbakat, mint például a Fortnite, meg az ehhez hasonló ilyen semmi értelmetlen hülyeségeket lehet nézni, amiben beletartozik kb. Minden játék. És igen, kevés videós van, aki tényleg olyan videókat csinál, aminek van is értelme. Úgyhogy azt mondom, hogy ha ez tényleg igaz, akkor töröljék le az egész YouTube-ot. Igaz, hogy a YouTube már mondjuk úgy, hogy minden mai gyerek YouTube-ot néz, már senki se érdekel a tévé, meg hogy mi van a tévébe, meg ki néz manapság tévét. Ki néz manapság tévét? Jó, ha van olyasmi, hogy X-faktor, meg ilyenek, azt megnézik az emberek, azt nagyjából mindenki megnézi, de ki szokott már tévét nézni rendszeresen? Hát senki szerintem. És mindenki a YouTube-ot nézi. De szerintem, ha ez tényleg igaz, akkor
Hát tegyék meg, sok sikert hozzá a YouTube-nak, de az a baj, hogy én azt érzem, hogy ez megint egy hype-olt szarság, és nem lesz belőle semmi, mint a 13-as cikkelynél, de igazából én bizakodó vagyok, ha lehet ezt így mondani, ez elég szarul hangzik, hogy bizakodok abból, hogy letörlik a YouTube-ot, meg stb. Hát meglássuk, hogy mi lesz belőle. Igazából, ha tényleg megtennék, akkor igazából tegyék. Mert, hát igen, lehet, hogy régebben azt mondtam volna, hogy ne töröljék le, meg semmi, hagyják meg a YouTube-ot, de szerintem most már igazából töröljék le, igazából úgy vagyok vele, hogy bánom is én, tegyék meg, vagy nem tudom, amit akarnak. Változtassák meg a rendszert, és akkor ne legyenek gameplay videósok, vagy mit tudom én, csináljanak, amit akarnak a YouTube-bal. De lehet, hogy megint ez is egy ilyen hype-olt szar, és nem lesz semmi belőle. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Az anyád. Ezt nem hiszem el. Na, egy kill. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy titeket is így váratlanul ért ez az egész, hogy beszélek erről a videóról, vagy hogy beszélek erről a dologról a mai videóba, mert lehet, hogy nem is tudtok róla semmit, de nézzetek utána igazából, mert egyetlen egy darab magyar videót láttam, az pedig Csuszitól volt, de külföldön már több száz videó van róla. Úgyhogy hát... kíváncsi vagyok. És egyébként volt az a killmontázsom, ugye, amit megnéztek százan, alig nézték meg százan egy hét alatt. Úgyhogy már nem tudom én igazából ezzel is. Még azt fel lehetne építeni a csatornát simán, nem arról van szó. Nem tudom, rászállnák, mit tudom én, 5 hónapot, akkor szépen fel lehetne építeni a csatornát, de... lőjé már, te szar! Szóval meg lehetne csinálni, fel lehetne építeni a csatornát, de hogy már minek, értitek? Már minek? Nem játszok hetente, csak egyszer, úgyhogy... de attól függetlenül meg lehetne csinálni, de értitek. Most itt van ez a YouTube-os szarság is, amiből nem tudom, hogy mi lesz igazából. De miért nem működik az a izé? Egy autó célzás, hogy mi a szar. Úgyhogy, ja. Már nem leszek ilyen profi player, meg mit tudom én milyen hülyeségek, hogy izé napi órákat nyomjam ezt a szart, és minden egyes kommentbe az legyen, hogy jaj, de pró vagy, meg minden. Igazából már szarok rá. És igazából... hoppá, ezt felrakom. De igazából nem tudom. Mert igaz, hogy... nincsen kedvem videózni, mármint van kedvem videózni, de nincsen valami sok ötletem. Úgyhogy hát ez elég szar. De attól függetlenül videózok, mert most is van videó, ki gondolta volna, mert pont ezt a videót nézitek, mindegy. Szóval igen, ezzel a játékkal is már úgy vagyok, ilyen szkeptikus vagyok, hogy mondjam. Hogy igen, voltak a régi idők, amikor akkor mindenki videózott, meg mindenki csinálta, meg mindenki csúcson volt, de ez már nagyon megváltozott mostanában. És hát ez van. Egy hete nem voltam fent a játékon, meg vannak egy csomó videóötleteim, egy csomó videóba belekezdek, de aztán mégse rakom ki. Már nincsen meg bennem az, hogy játszak, hogy toljam, meg nem tudom. Ez is megváltozott igazából, meg ennek... most igazából az volt a videónak a lényeg, hogy elmondtam ezt a YouTube-os hülyeséget, de most akkor beszélek erről is. A játékról, meg hogy mi lesz. Hát a csatornán nem lesz semmi igazából. Ugyanúgy jönni fognak a videók.
vedd már fel azt a szart. Megpróbálok minél gyakrabban videókat feltenni, meg stb. Akit érdekel, azt érdekel, de igazából az van már, hogy igazából, ha ebbe a játékban nem vagy profi, akkor nem vagy senki, akkor egy szar vagy. Úgyhogy ezt érzem, meg szerintem így is van, úgyhogy... Úgyhogy, ja. De igazából minden játéknál így van kb. Szóval... De hát ez van. Úgyhogy ezzel nem bírok mit csinálni. Jó, de béna vagyok, na mindegy. Nem tudom, véletlenül oda nyomtam, azt megdöglöttem, na mindegy. Úgyhogy ez van. Ez a Silver 1-esek vagyunk, Road to Heroic. Már mindenkit ez érdekel, hogy Road to Heroic, meg faszom tudja mik. De hát ez van a YouTube-bal mostanság, ez van a játékkal mostanság az én szemembe. Dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, vagy nem tudom, írjátok be a kommentbe, hogy Road to Heroic, császtok. És ha valaki akar jönni a klámba, az jöjjön, megpróbálok több FFS videót csinálni a Free Fire-ös közönségnek. Sziasztok, és nézzetek utána a YouTube-os ügynek, a YouTube-os témának, valami koppa, a neve, írjátok be, hogy YouTube-e coppa. Én ennyi lettem volna, sziasztok, és hát, ja, sziasztok.